Hatékonyabb érdekképviselet, ezáltal nagyobb fejlődési lehetőség. Ezt reméli az a több mint 100 magyarországi cég, akik jelezték csatlakozási szándékukat az újonnan megalakuló Magyar Műanyagipari Szövetséghez. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés a szövetség életébe, a műanyag szakma életébe. Lesz egy olyan közös kiinduló pont, ahonnan a környezetvédelmi kérdések, a gazdasági kérdések és az oktatási kérdések megvitatásra kerülhetnek, és akár további jelzéseket adhatunk a vezetés felé, az ország vezetése felé. Az elmúlt két évtizedben jelentősen megváltozott a műanyagipar helyzete, mind az alapanyaggyártók, mind pedig a feldolgozók megkétszerezték termelésüket. 93%-a kitermelt olajnak a sajnos üzemanyagra megy, 3%-a megy a vegyipar felé, és 4%-a az, amit mi feldolgozunk. Tehát a feldolgozók 4% arányba vannak jelen a kitermelt és az országba beérkező kőolajból. De ez a 4%, ez azért 40 ezer embernek ad megélhetést, és alapvetően azért nagyon fontos, mert ez a szervezet biztosítja a multinacionális cégek, autóipari cégek, elektronikai cégeknek a beszállítói bázisát. A szakoktatás területén is vannak hiányosságok, a Műanyagipari Szövetség pedig szorgalmazza a műanyagipari szakmunkások mielőbbi képzését.